Ilyen állapotban van a Faddi Művelődési Ház külső szigetelése. A település egyike azoknak a községeknek, amik elnyerték a Magyar Falvak Program első szegmensének pályázatát, amelyben közösségi terek fejlesztésére és a helyi identitás növelésére pályázhattak. Fülöp János a település polgármestere azt mondja, szeretnének egy nagyobb felújítást végezni a művelődési házon. Művelődési ház felújítására, megújítására és eszközökre pályáztunk szintén a művelődési házba. 7,5 millió forintos volt a pályázat összegünk, ebből 5 millió 400 ezer forintot nyertünk. Nyilván majd el kell döntenünk, hogy mind marad el. Volt egy közönségszervező beállítva a külső homlokzat javítása. Az épületen azonban van még mit javítani. A színházteremben egy új falburkolatot szeretnének készíteni, valamint új kiállító paravánokat és eszközöket beszerezni. A Faddi Boroka táncegyüttes részére pedig új fellépő ruhákat pályáztak. Egy szebb környezetbe szívesebben jönnek az emberek, és hát ugye itt eszközöket is pályáztunk, például a Boroka együttesünknek ruházatot, tehát fellépő ruházatot, ami szintén gondolom én, hogy az előadásoknak a minőséget javítani fogja, hogyha szép ruhába fognak ott föllépni a barokások. A Magyar Falu Programra olyan települések jelentkezhettek, amelynek létszáma 5000 vagy ez alatt van. A program célja közé tartozott a községek falvak fejlesztése, és ezáltal vonzóbbá tétele a fiatalabb generáció számára, valamint az elvándorlás megállítása. A kormány 6 milliárd forintot biztosított a program első pályázataira.